Hello mindenkinek, én vagyok a Hubkapi, aki nem tudná. És most szeretnék egy új videós sorozatot elindítani, ami nem másról szólna, mint arról, hogy a Steam profilotok alapján megmondom, hogy mennyire vagytok lov, vagy mennyire vagytok nagyon jó játékosok. Szóval lehetett nekem küldeni ilyen Steam profil linkeket, el is küldték jó páran, és most azokat meg fogom nézni, és ki fogom elemezni. Lehet, hogy nem mindegyikre kerül sor, de meglátjuk. Szóval itt az első is, csak a keresztnevet mondom be, meg a vezetéknév első betűjét. Ő a K. Bence küldte be. Nézzük is meg, mi az, amit kell róla tudni. Megnézem, minden jó-e, minden fasza jó van. Szóval ő így néz ki a profilja, ami rögtön feltűnik, ugye, hogy a leírásba a koshajhét adja meg. A koshaj az nem más, mint magyarul a C-kereszt adatait. Ha te ezt beütöd, akkor te úgy fogsz, olyan, úgy fogod látni, mint ahogy ő látja most. Illetve a viewer modellt, az meg ahogy lehet nézni az egész játékot. Szóval semmi cicamica, semmilyen csili-vili dolog nincsen benne, hanem a lényeg, ami kő, az információ. Jó van. Itt megtudjuk, hogy mi a beceneve, nem más, mint az N, S, meg egy X. Ez nem tudom, hogy honnan jöhet neki, ez lényegtelen szerintem ebből a szempontból, milyen skill-es. Itt valami énekes van itt a képéből, mondjuk, hogy ez jó. 7. szintű, ami nem annyira magas level a Steam közül, de ő nem nagyon sok játéka, szóval ő egy játékra is specifikálódott. Azért nem magas a Steam profilja. Attól nem azt jelenti, hogy gyünge játékos, mert alacsony, nem föltétlenül. Nézzük is meg a kommenteket, a megjegyzések. Azt írja, hogy igen, rap, valaki le is izélte, cheaterözte, mert lehet, hogy annyira jó játszik, szóval ez is ilyen információ. Nagyon, nagyon jó trader, nézzük meg a csoportokba. Benne van az Fnatic, szóval annak ő dukkol. Nézi a B-tubot, mondjuk ez lényegtelen. Nézzük meg a raktárát, hogyha meg lehet nézni. Igen. Beszélzónája van neki. Hát amúgy nem olyan nagy szám. Jó, amúgy kevés barátja van, szóval ő szorosan szereti olyan barátok lenni a Steamen, akik tényleg vagy tanítják, vagy valami tényleg plusz annak neki. Szóval ő nem ilyen celeb, hanem ő egy játékra nyomja, és így úgy amúgy elér benne szép sikereket. Szóval szerintem, mert ugye csékúzik, a csékús rankja, ez egy ilyen közepest, ilyen supreme. Keresztkala fölött supreme. Valami ilyesmit tudok elképzelni. Na nézzük is meg a következőt. Ez ilyen szakmai szemmel, nézzétek, amiket mondok. Következőt a nem mondom ki ezeknek. A V. Ádám küldte. Nézzük is meg ezt az akkun. Na, na, a neve a Tapsi. Igen, szerette is azt a mesét, Tapsi és Hapsi. Szóval ő szerintem viszonylag egy fiatal gyerekkel van dolgunk. Attól nem azt jelenti, hogy gyünge játékos, hanem még nem érett meg úgymond az ilyen komolyabb dolgokra, mint a sex. Na, nézzük is meg a profilját, mi az, amit kell róla tudni. Igen, szeret cseleberégetni. Jó, itt van egy ilyen vak, igen, szívőr. Aha. Silver Elite Master, szóval emberek, már tudjuk, hogy mi a rangja. Silver Elite Master. De most nézzük meg, hogy tényleg, hogy abba van-e. És ő is leírja a crosshajét. Nézzük meg, hogy szerintem, hogy megérdemli, hogy abba van. Azt tudjuk, hogy nagyon sok játékba nyomja. Most is a Tom Clancy Rainbow Six Siege-be ott van. Úristen, a Cseh Kupa 3400 órája van.
Uram, atyám, abból már gubának kőne lenned, öcsém. Igen, gyűjti a játékokat. Húha! Hanám neki! 10 éves veteránja is van. Hú! Elég kucka a csávó. Meg van 1000 órája izébe a Switchbe is. Igen, nézzük meg a kommenteket, plusz rep, jó. Ő tényleg ő szereti így cserebelézni. Hú, de sok barátja van neki. Ő biztos, hogy nem forever alone-a. Azt kell, hogy mondjam. Nézzük is meg, hogy milyen képernyőmentései vannak. Hát, látunk benne valami jókat. Aha, és itt van. Itt a statja. 39-et befregült. De jó ég. Azért az már nem semmi. Ezt így kell csinálni. Látod? 39. Hát igen, a Silver rangon, az ilyen noob rangon elég könnyen lehet ennyit fregelgetni. Ez nem tud kihívás lenni. Nézzük is meg, itt kicsit itt, igen, itt is van egy másik. Ha, oké. Igen, az biztos, hogy szeret menősködni a skinjeivel. Nem hiába lehet így cserégetni. Menjünk is csak vissza, amit kell még róla tudni. Igen. Raktár. Na, itt a fő lényeg. Aha, van egy ilyen jele, egy ilyen mutatója, ez viszonylag az eléggé drága. Van neki stat-takkos Galil AR. Hát ezt a fegyvert szerintem senki nem használja, szóval így röviden zárjam a tapsiét. Egy fiatal gyerek. Ő nagyon sok játékban úgymond bontogatja a tudását. Még nem találtam meg az igazit, mert DayZ-zik, Cheguzik, PUBG-zik, Siege-zik, szóval nagyon sok mindenben. Én kívánom neked azt, hogy tényleg fedezd fel, hogy melyik játékban vagy úgy a jó, a legjobb, és akkor azt erőltesd, ne így mindenféle játékot, jó? És most jelenleg sajnos ez a Silver, ez tényleg jogos, hogy abba vagy, de ne add föl, 38-as szintű vagy, látszik, hogy te ilyen community társadalomba beleillesz ezzel a Steam profilra. Nézzük is meg a másikat, ő nem más, mint az M. Robin, aki beküldte nekem. Nézzük meg a Robinnak, és a Nikje Szóson. Igen. Magyarországról száma, információ, semmi infója nincsen róla. Szóval ő egy ilyen misztérikus ember, aki tényleg nézzétek meg, kevés barátja van. Jaj, ez elég érdekes, de viszont nagyon sok játéka játszik, 80-80 van meg neki. Azért az már nem semmi. Mondjuk a Cheku-ba elég keveset játszott, ez a 300 órával olyan Silver 2-3 körül lehet az illető. Így kapásból ezt mondom. Igen, hát igazából nem igen játszik más játékkal. Kevés tényleg barát. Nézzük meg akkor raktár. Van neki valami? Á, semmi skinje nincsen. Ő tipikus tényleg ilyen szilvörös játékos. Betudni. Szerintem ezen nem is kell sokat izélni. Szarakonni. Nézzük meg a képernyőket. Aha, tök jó. Oké, itt az oroszokat még le tudja lőni, ezzel menősködik. Hát igen, ő tipikus a szilvörösököt erősíti. Azt kell, hogy nem baj, ez van, valakinek kell azt is, ez nem szép. Menjünk is tovább. N. Balázs azt írta, hogy nem Cségóból van a izéje, a vakka. A vakbanya. Peri le van bannúva! Peri le van bannúva! Vagy azért van lebannúva, mert olyan jól játszott, és azt hitték ezek a Steam izések, hogy cheater, vagy tényleg használt valami harmadik izét, ilyen segédeszközt, ki tudja, én is szoktam. Néha az nem szép. Ami segédeszköz, de nem a játékban. Ebben nem menjünk bele. Na, nézzük is meg, hogy mi az információ. Nem, első nézzük meg, hogy mi a neve. Gopnik UCP Eretz Gaming.
Ja, hogy Oroszország, csak ő tud magyarul. Aha, ő egy orosz. Aha, szóval ő nem szeret barátkozni, mert elutasít mindenkit, ha csak úgy bejelölt. Aha, értem. Szóval ő tipikus ilyen magányos farkasként üzemel. Mivel is játszik? CQ, 2000 óra. Ark Survival Evolved, 1827 van neki. Meg a Warface-t is nyomta, oké. Hát igazából itt ilyen szíveskéket tesznek, mindenki szereti. Szoktál mondani, hogy elég a kevés barát, szeretnek is téged. Igen, barátok 370, mondjuk az eléggé sok, ahhoz képest, hogy nem vesz föl mindenkit, ki tudja, lehet, hogy valami celeb, én nem vágom. Nézzük meg a raktárát, jó szar, és nem is megyek tovább. 18-as szintű, Gobal Sentinel. Hát így elsőnek, nézzük meg a képernyőmentéseket, általában kiveszünk valami statjokat, vagy valamit. Azt kell, hogy mondjanom, hát ilyen, amúgy nagyon rossz izéket csinálsz, skinshotokat. Nézzük meg egy, mi van. Ja, hogy csak egy fi egyezik, azzal izé menősködik. Egy fi egyben én szarrá verném, mert nem azért, de mindegy. Szóval tipikus, azt kell, hogy mondjam, Nova. Ez Nova rangot üti meg. Nova 2. Ha majdnem közel van az a sima kalához, lehet, hogy már el is éri, mikor fölteszem ezt a videót, ezt nem tudom. Na, akkor nézzük is meg még egyet. F Réka lesz. Legyen is egy hölgynek is, nézzük meg a Steam profilját, hisz az a menő. Na nézzük, itt a Rékának az a ilyen nickes neve, a Rékus. Van egy ilyen ilyen szellemes ilyen profilkép, lehet, hogy ő szereti ezeket a paranormális jelenségeket, ki tudja, biztos az odalátot is imádja szerintem ebből indulva. Ez nem annyira fontos. Igen, vannak ilyen tájvitrin, hűséges kitűzője is megvan. Szóval ő már egy elég régi játékos, szereti a késeket, lehet, hogy jól is tudja használni, ki tudja. Itt mindenki dicsérgeti, itt a Simon, nem hiába is egy hölgy. Csoport, csak 7 csoportban van, szóval nagyon jól megválogatja, hogy hova gyűn be és hova nem. Szóval nem kattingat mindenhova. Nézzük meg a képernyőmentéseket, mit kell tudni. Ah, szóval ő játszik, ő ilyen borderlancos is. Főleg itt a képekből kiindulva. Szóval ő nem komolyan veszi a csékút, ahogy látom. De azért a Kodiakot imádja. Engem is ugye, mert tőlem is tud tanulni. Többet is. 34-es szintű, azért az már nem kevés, az már jó sok. Szerintem ő, mivel nő, és ezért nem olyan jók a reflexei, nem akarom ezzel úgymond negatív diszkriminációba részesíteni, de egy kereszt kalan rangja, azt kell, hogy mondja. Mert a társai fölbusztolják mind. Őszinte vagyok, de kemény, tudom. Na, akkor nézzük is meg a következőt. Nem más lesz, mint a Ádám S. Ez Ádám lesz, és ő lesz az utolsó, nem akarom hosszúra, és utána majd lesznek még, akik kimaradtak, őket is bepótoljuk. Na nézzük is meg, az Ádámnak az EXO, az a nick nevje, van neki faceitje, szóval ő már nem is a cségon belül nyomja a matchmakinget, de mindent felmond, miért is mond el mindent, mert 4200 órája van neki. Úristen, az nagyon sok. És a Scream a kedvenc játékosa, és mert benne van a csoportjába is. Mindenki dicséri, ő tipikusan egy kocka gyerek, hazajön az iskolából, vagy hogy most nincs is az, benyomja a cségút, és tökélet fejlesztette az aimját. Tényleg jó, játszik pár játékkal is, de inkább ez csak megvette dísznek, hogy menősködjön. Neki tipikusan az a
Igen, nézzük meg az tatjait. Igen, ez tök jó. Azt kell, hogy mondjam, ő tipikusan az, aki még nem érte el a gubá elitet, de majdnem elérte. Szóval, igen, neki a gubá előtti rangja van. Ami most nem jut eszembe, mert az meg ilyen bonyis a neve. Szóval ő lassacskán el fogja élni, kitartás, csávó, exo, nézzél engem, és akkor el fogod élni mindazt, amit én, és te is lehetsz majd gubár elit. Na, ennyi volt, szerintem ki is elemeztünk egy-két emberkének a profilját. Köszöntöm szépen, hogy itt voltatok, szupoljatok, iratkozzatok, támogassatok. Én voltam a Hubkapé, sziasztok!